Üdvözlöm Önöket, én Bozsó Márton vagyok, a Mozaik kiadó munkatársa, és ebben a videóban azt fogom megmutatni Önöknek, hogyan tudnak könnyen, gyorsan interaktív feladatokat készíteni. Ezek az interaktív feladatok arra lesznek jók, hogy ezt majd el fogják tudni küldeni a diákoknak, akár házi feladatként, és a diákok ezeket az interaktív feladatokat megoldva vissza tudják küldeni Önöknek, és Önök látják a diákok ö, teljesítményét. Ez a videó arról szól, hogy a feladatokat hogyan fogjuk tudni elkészíteni. Egy másik videóban fogjuk majd megnézni a házi feladat funkciókat. Tehát csapjunk is bele. Az interaktív feladatok készítéséhez a feladat eszközünkre van szükségünk. Ezt a mozabukból tudjuk megnyitni. Ez a feladat készítő eszköz, ahogy látható, nagyon sokféle feladat típussal meg tud virkozni, nagyon sokféle feladat típus tudunk benne készíteni. Például tudunk készíteni párosítós feladatokat, ami azt jelenti, hogy illusztrációkhoz, képekhez, videókhoz, hanganyagokhoz tudunk párosítani ö, szövegeket, vagy illusztrációkhoz illusztrációkat, vagy arra is van lehetőség, hogy szövegekhez szövegeket párosítsunk, nyilván a kérdés alapján. Ebben a videóban most egy többszörös választásos feladatot fogok megmutatni önöknek. Ahogy itt látják, minden egyes feladattípushoz különböző feladat kinézetek tartoznak, úgynevezett templétek tartoznak. Ez például itt azt jelenti, hogy két oszlopban fognak megjelenni a lehetséges válaszok. Először is be kell írnunk a megfelelő kérdést. Például mely folyóknak van delta torkolata. Ez a templét tartalmaz egy illusztrációt is, úgyhogy töltsük ki ezt az illusztrációt. Megnyílik a médiatár ö, funkció a mozabukból, amelyel média tartalmakat tudunk beilleszteni a feladatunkba vagy a kiadványainkba. Itt fölül ki tudjuk választani, hogy milyen forrásból szeretnénk dolgozni, akár az interneten is keresgélhetünk képeket, vagy a MozaWeb saját adatbázisában, vagy ha vannak lementett képeink, akkor a saját számítógépünkön is keresgélhetünk. Én most a MozaWeb adatbázisában fogok keresni. Beírom azt, hogy Delta, hiszen Delta torkolatokról szeretnék egy jó kis illusztrációt. Itt van egy nagyon jóvágású kép. Őt egy mozdulattal be tudom illeszteni a Feladatszerkesztőbe, kicsit módosítom a kinézetet, hogy nagyobb legyen ez az illusztráció, és már csak az van hátra, hogy megadjam a helyes válaszokat. ha megvagyok a helyes válaszok megadásával, illetve nem csak a helyesekkel, hanem az összes lehetséges választ megadom, amit én szeretnék, hogy felkínáljon a feladat, be kell jelölnöm, hogy mely válaszokat fogom elfogadni helyesként. Ugyanis a program azokat a válaszokkal, azokkal a válaszokkal fog dolgozni, azokat a válaszokat fogadja el helyes válaszként, amelyeket én itt most a szerkesztési fázisban megadok. Ha ezzel készen vagyok, a mentésre kattintva, rögzítettem ezeket a módosításokat, és most ki is tudom próbálni a feladatot. Nézzük úgy, hogy egy rossz választ is bejelölök. És rögtön látható, hogy a Nílust rosszul jelöltem be, és az Elbát is rosszul jelöltem be. A Nílust azért jelöltem be rosszul, mert ő delta torkolat, az Elbának pedig nem delta torkolata van, azért hibás ez a jelölés. A pipára kattintva meg tudjuk nézni, hogy mi lett volna a helyes megoldás. Super. A feladatunkkal készen vagyunk, de úgy látható volt, nagyon sokféle feladat típussal is dolgozhatunk. Ehhez magában az eszközben is találnak egy videósúgót. Ez a videósúgó azonban angol nyelvű. De nem kell tőle megijedni, mert ez is egy képernyő felvétel, tehát nagyon szemléletes. Mindig lehet látni, hogy hova kattintunk és mi történik, és szövegbuborékokba viszonylag kevés szöveget mutat nekünk. Ezt végignézve ö, magabiztosan fogunk tudni készíteni további feladatokat. Térjünk vissza ehhez a feladatunkhoz. Ez a feladat már készen áll arra, hogy ö, Megosztjuk a diákokkal. Ez először be kell illeszteni a kiadványunkba. Ahogy itt látható, egy kiadvány mindig meg van nyitva a mozabukban, és az aktuális kiadványban tudunk dolgozni. Itt megjelent a feladatunk. A jobb gombra kattintva a helyi menüjéből ki tudom választani a feltöltést a mozavebre, meg tudom adni a feladatnak a címét, és ki tudom választani, milyen szinten szeretném feltölteni. Maradjunk egyenlőre a privátban. A privátként a saját felhasználói fiókomban fog landolni ez a feladat. Erre azért van szükség, mert ha ezt meg szeretném osztani házi feladatként a diákokkal, akkor csak a saját felhasználói fiókomba feltöltött feladatok közül tudok válogatni. És itt a feltöltés gombra kattintva el is indul a feltöltés. Köszönöm szépen a figyelmet! és hamarosan jelentkezünk újabb videóval.